Ebben a videóban egy egyszerű keverékes feladat megoldását tekintjük át. A feladatunk szövege szerint egy etán széndioxid gázzel egy 58 tömegszázalék szenet tartalmaz. Ennek az elegynek szeretnénk a héliumra vonatkoztatott sűrűségét meghatározni. Nézzük a megoldást. A gázelegyünk a feladat szövege szerint széndioxidot és etánt tartalmaz. Vegyünk 1 mol elegyet. Ebben x mol a széndioxid, és természetesen 1 minusz x mol az etán. Írjuk fel a rendelkezésre álló adatokkal az elegy széntartalmát. A széndioxidban 12x, az etánban 24-szer 1 minusz x gram szén található. Az elegy teljes tömege pedig 44x plusz 30-szor 1 minusz x, a széndioxid és az etán tömege. És ez a hányados 0,58-század. Az egyenlet megoldásaként x egyenlő 0,328-ezred adódik. Számítsuk ki ezután az átlagos moláris tömeget. M átlag egyenlő 0,328-szor 44 plusz 0,672-ször 30. Az átlagos moláris tömeg 34,592 gram per mol. Relatív sűrűségen a sűrűségek hányadosát értjük. Ez gázok esetében a moláris tömegek hányadosával egyenlő, hiszen a gázok mol térfogata Avogadro törvénye értelmében azonos körülmények között anyagi minőségtől függetlenül állandó. A héliumra vonatkoztatott relatív sűrűség ennek megfelelően egyenlő az elegy átlagos moltömegének és a hélium moltömegének a hányadosával. A relatív sűrűség 8,648. Ezzel a feladatot meg is oldottuk.